Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy én magam is rákényszerültem arra, hogy ezt a valóban nagyon bonyolult kérdéskört egy kicsit újra végig gondoljam. Ha most repülőgépen lennénk, akkor bemondaná a stewardess, hogy kössük be a biztonsági övet, mert a gép ereszkedni fog, talán nem zuhanni. Egyetemi szintű előadás után jön egy most már nyugdíjas evangélikus lelkésznek a töprengése és magyar állampolgárnak a töprengése. Teológusként vallom azt, amit Luther többször leírt, hogy a teológia az a megkülönböztetésnek a művészete. És most Luthert egy picit segítségül hívva, próbáljuk mi is megkülönböztetni ezt a kétféle hatalmat, kétféle kormányzást és birodalmat, amivel maga Luther is küszködött. Ő a Szentírás doktora volt, de nem volt egy rendszeres teológus, mint mondjuk Calvin. Ő sokkal inkább az volt, amit a róla írtán egyik legeredetibb könyv címe jelzi, Isten udvari bolondja. Talán még a Bauhaus rendbe is fölvették volna, vagy van esélye, hogy bekerüljön majd. Ezt ő saját magáról mondja, ezt kevesen tudják, amikor történetesen éppen a német nemzet keresztény nemességéhez írt 1520-ban, akkor azt mondta, hogy udvari bolond leszek. Az udvari bolond az egy nagyon-nagyon fontos állás. Kár, hogy egyre nehezebben lehet betölteni ezt az állást. Az udvari bolondok azok általában nem szoktak természetes halállal elhunyni, tisztelet a kivételnek. Nagyon fontos, ha úgy teszik, egyfajta prófétai szolgálata is van az udvari bolondok, olyanokat mond meg, amit nem feltétlenül hallanak szívesen. Hát most, hogy ezt illusztráljam, ebből a könyvből többször fogok olvasni, mert remek szemelvények vannak benne Luthertől. Én próbálok arra törekedni, hogy ne én magyarázzam Luthert 500 évvel később, hanem engedjük őt szóhoz jutni, aztán hát, ha segít valamit, egy teljesen más történelmi kontextusra, de mégiscsak az útkeresésünkben. Ennek a könyvnek van egy ilyen, már önmagában is provokatív címe, hogy Krisztus és Cézár. És ebben következőket írja Luther idézett. Tudnod kell, hogy a világ kezdetétől fogva, világon ritka madár az okos fejedelem, de még ritkább madár a kegyes fejedelem. Általában ők vagy igen nagy szamarak, vagy igen nagy gézengúzok a földön. Minél fogva az embernek, náluk a legrosszabbtól kell tartania, kevés jót várnia, kiváltképpen a lelkiekben, amelyek a lélek üdvére tartoznak. Mert ők bizony Istennek börtönőrei és hóhérai, és az ő isteni haragjának szüksége van rájuk a rosszak megbüntetése és a külső béke föntartása céljából. A mi Istenünk nagy úr ez okból szüksége van ilyen nemes, előkelő gazdag hóhérokra és hopmesterekre, és azt akarja, hogy legyenek gazdagok, tiszteletben és félelemben részesüljenek mindenki részéről, legyen katonaságuk és népük. Az ő isteni akaratának tetszik, hogy mi az ő hóhérait kegyelmes uraknak nevezzük, lábuk előtt leboruljunk. Ha a fejedelem beválik, okos istenfélő vagy keresztény, az egyik a legnagyobb csodáknak. És a legszentebb jele az isteni gondviselésnek az illető ország felett. Ez a világi felsőbbségű írott anyaga. Nem véletlen, hogy Luthernek ez a nagyon provokatív stílusa, ez mindig is megosztotta a közvéleményt, és az egész kettős kormányzásról szóló tanítása egy sokat vitatott, sokat félremagyarázott és félreértett tanítás. Nem egy kidolgozott államtan. Luther mindig konkrét történelmi helyzetekbe prófétai módon próbált reflektálni. Ezért aztán nem véletlen, hogy például Karl Barth, akinek a neve azt hiszem ismert, 20. századik legnagyobb református teológusa, svájci teológus, bizony kárhoztatta Luthernek a politikai felsőbbségről szóló eszméjét, mert szerinte, Barth szerint, bizony ezek a tanok is felelősek a hitleri zsarnokság kialakulásáért, ami a krisztianizált német pogány gonosz álma, így fogalmaz Barth. Érdekes ezzel szembeállítani, hogy az a Berggráv, Eivind Berggráv, norvég püspök, aki a
norvég ellenállási mozgalomnak, egyház ellenállási mozgalomnak a nácizmussal szemben volt a vezéralakja. Ő viszont éppen Lutherre hivatkozva kezdte el ezt a passzív ellenállást, mert fogjuk látni, hogy Luthernál megjelenik ez a fajta ellenállási gondolat is. Ugyanakkor mondjuk Dietrich Bonhoeffer, akit azt hiszem szintén nem kell bemutatni, aki az életét is odaáldozta, hogy szembeforduljon Hitlerrel és egy merénylet szervezésébe aktív szerepet vállalt, ő bizony egyenesen az új szövetség félremagyarázásával is megvádolta Luthert, mondván, hogy megerősítette az egyházzal kötött konstantini szövetséget, és a világban élés minimál etikájának a kialakulásáért is felelős. Tehát ennyire megosztó Luther, én most nem szeretném őt semmiképpen se rehabilitálni, nincs is rá szüksége, mi nem tekintjük őt szentnek, mi evangélikusok vagyunk, nem luteránusok, Lutherre sok tekintetben úgy nézünk, mint egy Krisztusra figyelő, útkereső reformátorra, de semmiképpen sem valamilyen csalatkozhatatlan szentet látunk benne. Fontos, hogy azt a kontextust, amelyben ő a 16. században föllépett is egy kicsit megértsük, mert azért egy más világ volt az, mint a mai. Furcsa módon a 16. századi fejedelmek Luther szerint igazságosabban uralkodtak, mint a korabeli egyházi uralkodók. És ezt írja Luther, megint idézem, nyilvánvaló számomra, hogy napjainkban a világi hatalmak sikeresebben és jobban végzik kötelességüket, mint az egyházi uralkodók. De egészen addig szigorúak maradnak a tolvajok és a gyilkosok megbüntetésébe, amíg család előjogok révén meg nem vesztegetik őket. Ilyen még volt a 16. században. Milyen jó, hogy ezzel már túl vagyunk. Azonban az egyházi uralkodók, eltekintve attól, hogy azokat, akik megsértik az előjogokat, kiváltságokat és az egyház jogait, túlzott büntetésekkel marasztalják el, valójában büszkeséget, becsvágyat, pazarlást és versengést táplálnak, ahelyett, hogy büntetnék azokat. Talán, mondja Luther, és ez elég meredek, biztonságosabb lenne, ha a klérus világi ügyeit is a világi hatalom alá helyeznénk. Hát írja akkor, amikor azért a pápasággal elég komoly csörtéket vívott Luther. Tehát ebben a kontextusban kell érteni, hogy ő miért is foglalkozik ezzel a kétféle kormányzás problematikával, és nem ő találta ezt ki, ugye ő Augustinusra tulajdonképpen hivatkozik is, és onnan táplálkozik, hogy a kétféle város című gondolatait Augustinusnak talán többen ismerik. Olvasom itt a lényeget. Egyfelől van az Isten városa, amelynek lakói szeretik Istent, és neki engedelmeskednek, és a földi város, amely azokból áll, akik magukat szeretik, és akikben a kevésség bűne uralkodik, és itt Kain Ábel ellenpólusát is behozza. Amíg azonban Augustinus a földi és az örökkévaló birodalom közötti éles ellentétet emelte ki, Luther a két város között folyó harc személyi és társadalmi szempontjait hangsúlyozza. A hívő embernek egyszerre kell a lelki és a világi birodalomban élnie, mivel egyszerre hívő tagja az egyháznak és az állam engedelmes szolgája. Ezben a feszültségben újra meg újra benne vagyunk. Na most ez a kettőség érdekes módon azért egészen mély bibliai gyökerekre visszavezethető, ugye Luther mindig a Szentíráson tájékozódott, hogy más nem mondjak, a Szentírás első mondatait idéztük már, amikor megjött a világosság. Ugye azon a tájékon olvasunk arról is, hogy Isten mennyet és földet teremt, tehát mintha már ott is valami fajta érdekes kettőség lenne, és nyilvánvaló, hogy az a probléma, hogy aztán a történelem során sokszor úgy gondolták egyesek, hogy akkor az egyikbe Isten uralkodik, a másikba meg csak mi emberek, pedig a bibliai ige útmutatása eléggé egyértelmű, hogy mindkettőnek valamiképpen Isten az ura. Az, hogy Isten az ura a történelemnek, az például megjelenik Dániel prófétán, ha már itt prófétákra hivatkoztunk, egy gyönyörű mondat tőle, ővé, mármint Istené a bölcsesség és a hatalom, ő az, aki királyokat taszít el és királyokat támaszt, és milyen gyönyörű, hogy Mária híres magnifikatjába újra visszaköszön ez a gondolat, aki így
magasztalja az Isten, hatalmas dolgokat cselekszik karjával, szétszólja a szívük szándékában felfogalkodottakat, hatalmasokat dönt le a trónjáról, énekli Mária. Tehát ezek a ószövetségi gyökerek, ha úgy tetszik. Ugyanakkor el kell mondani, hogy Luthernél ez az egész tanítás, ez egy formálódó valami, ahogy jeleztem már először 1523-ban a világi felsőségről szóló munkájában kezdi kifejteni gondolatait erről a kétféle kormányzásról. Ugye megint csak egy kis emlékeztető, hogy 1520-ban kimondják a birodalmi átkot Luther fölött. Bárki büntetlenül megölheti. Na most innentől kezdve Luthernek egzisztenciális kérdés, és a követői számára is, hogy akkor a világi hatalomnak tartozunk-e engedelmességgel, vagy éppen nem. Ugye jön az a kérdés, hogy Luther követőit elfogják, idataikat megsemmisítik, tehát az engedelmesség kérdése nem egy elméleti teológiai kérdés, egy kritikus szakaszban születik meg Luthernek a tanítása a két birodalomról. A következő, amit szeretnék idézni, ez azt a problémát érinti, hogy ugye Luther megkülönbözteti Isten birodalmát, vagy kormányzását, és a világi hatalomnak a kormányzását. A világi felsőbbségről azt mondja, hogy hát Ádám gyermekeit, vagyis az emberiséget két részre kell osztanunk, az egyik tartozik Isten birodalmába, a másik a világ birodalmába. Ha az egész világ keresztényekből állna, akkor nem is lenne szükség a fejedelmekre, de Luther nem rajongó, nem hisz abban, hogy a világot krisztianizálni lehet, hanem ezzel szemben azt írja, hogy lehetetlen dolog elárasztani a világot valódi keresztényekkel, ez soha nem fog elérni, mert a világ és a tömeg nem keresztény, és nem lesz az, jó lehet, mindenki meg van keresztelve, ugye ez a 16. század, és kereszténynek nevezik. A kérdés nem az, hogy a világ keresztény lesz-e vagy sem, a kérdés inkább Isten két kormányzásának egyértelmű és óvatos megkülönböztetése. A lelki kormányzás, mely a belső igazságot teremti, a világi kormányzás pedig a külső rendet. Tehát Luther nem hisz abban, hogy mondjuk ha most lenne itt közöttünk, hogy egy keresztény Magyarország, az helyre állítható, ami különben valószínűleg soha nem volt. Mert a keresztény küldetés, Jézus szerint a sónak és a kovásznak a küldetése, ami nem egy többségi helyzetet tételez föl. Tehát a megkülönböztetés itten a kulcs szó, a világi felsőbbség birodalmát és a hit birodalmát egyértelműen meg kell különböztetni egymástól, de nem szabad őket mereven, élesen szétválasztani. Egyéni lelkiismeret kérdése, hogy az ember hogyan és miben hisz, ezzel a fejedelmeknek meg kell elégedniük. Nem szabad ezt vagy azt a hitet kényszeríteni, mert a hit az egyén szabad elhatározása, melyre senkit sem lehet kényszeríteni. Amikor egy uralkodó zsarnokká lesz, és hatalmat követel a lelkek fölött, passzív ellenállással kell erre felelni. Idézem szó szerint Luther. Kedves uram, írja egy fejedelemnek, tartozom önnek engedelmeskedni testemmel és vagyonommal. Parancsoljon hatalmának mértéke szerint, földön engedelmeskedni fogok. De, ha azt parancsolja, hogy az ön hite szerint higgyek, és könyveimet eldobjam magamtól, akkor nem tartozom engedelmeskedni, mert ön ebben zsarnok, és túllépi hatáskörét, parancsolott, ahol sem joga, sem hatalma nincsen. Ugyanakkor Luther azért, hát kora gyermekeként nem forradalomban gondolkozik, hogy ez is fordult aztán szembe a paraszt lázadással, hanem inkább a hát erőszakmentességet hirdeti, ami persze bizonyos határok között működik, csak ezt nagyon jól tudjuk. Megint egy kicsit ugrok, és ezt a megkülönböztetést szeretném még, ha jól tudnánk érzékelni. A lelki felsőbbségnek vagy hatalomnak az embereket függőlegesen Isten irányába kell vezetnie, hogy helyesen cselekedjenek és üdvözüljenek. Éppen úgy, ahogy a világi felsőbbségnek az a dolga, hogy az embereket vízszintesen
egymás felé vezesse. Ez egy elég érdekes, ha úgy teszi, kereszt szimbolikát is. Le lehet magyarázni, ha nagyon, nagyon akarjuk. Remélem, el fogom tudni mondani, amit még szeretnék, mert hangom azt tiltakozik ellene. Itt bejön az is, ami egy izgalmas teológiai kérdés, a világ és a lelki kormányzásnál a törvény és az evangélium megkülönböztetése, és ez egy komoly része, vagy hangsúlyos része a luteri teológiának. Tagadhatatlan, egy kereszténynek bizonyos módon világi személynek is kell lenni, ami a saját személyét illetni. A keresztény ember senkinek nem alattvalója, csak Krisztusé, anélkül, hogy akár a császár, akár bármely más ember iránti kötelezettségei lennének. Ez tehát a szétválasztásnak a nagyon fontos tétele, és akkor van négy pontja a Luthernek, szerintem ilyen a bölcs fejedelem, és akkor most le lehet mérni, hogy hogyan is állunk. Négy pont. Figyelemmel kell lennie alattvalóira, és a szívét nekik kell szentelnie. Kettő. Legyen óvatos a nagykutyákkal, Grosse Hansen németül, és a tanácsadóival szembe. Úgy is elkedjék velük szembe, hogy senkit se vessen meg, és senkiben se bízzék annyira, hogy mindent rájuk hagyjon. Három. Legyen gondja arra, miképpen bánjon el a gonosztevőkkel. Négy. A fejedelemnek Istenével szemben is keresztény módon kell viselkednie, teljes bizalommal kell magát alávetnie, és bölcsességet kérnie, hogy jól kormányozzon. Na most térjünk rá egy kényes kérdésre, ugye az engedelmesség határaira, ami Luther számára hát nyilvánvalóan nem elméleti kérdés volt, és hát így jön ugye az, hogy határa van az engedelmességnek, álljunk ellene a világi felsőbbségnek, ha a hit dolgába akar kényszeríteni. Luther tehát ismeri a világi hatalom határait, és hát több konkrét példa van. Például volt egy olyan, hogy el akarták venni a Bibliát a reformáció népétől, és akkor Luther úgy fogalmazott, hogy ha te nem állsz neki ellen, már mint a fejedelemnek, aki be akarta, hogy tetszik, zúzati, vagy éjjel akarta égetni a Bibliákat, megengedett, hogy a hitedet, vagy a könyvedet elvegye, akkor megtagadtad Istent. Egy betűcskét, egy lapocskát se adjanak át, ha nem akarják lelki üdvösségüket veszélyeztetni. Luther nem táplált hamis illúziókat a világi hatalmasságok felől, ezt már ugye a bevezető idézetben is nagyon jól láthattuk. Tehát, én nagyon tisztelem Bonhoeffert, mégis azt gondolom, hogy egy kicsit túl éles volt, amikor azért hát Luthert elmarasztalta, ha Luther nem is fegyveres összeesküvésbe vett részt, de azért értette, vagy érezte, hogy hol vannak a határok. Az összekeveredés veszélye az, amit Luther nagyon érzett és szeretett volna elkerülni. Két frontos harcot folytatott, egyrészt a pápai, római katolikus vonal ellen, másrészt a rajongók ellen. A katolicizmussal szemben az volt a kritikája, hogy aképpen zavarja össze a két birodalmat, hogy az evangélium nevében igényt tart a világi hatalomra is. Luther szerint, szó szerint a sátán a pápa alatt az egyházat belekeverte a politikába. A pápa a lelki és a világi jogot egyaránt a kezében akarja tartani. Az egyház beleavatkozik a világ dolgaiba, sőt, az egyház már maga az Isten országa akar lenni itt a földön, úgyhogy szinte felesleges az Isten országának az eljövetelét várni. A két birodalom ilyen összekeveredésének az eredménye, Isten igéjéből kivész az evangélium, és csak törvény lesz. Az élet pedig a törvény külsőleges betöltésével, képmutatássá válik. Ugyanakkor a másik oldalon a harc a rajongókkal szemben, akik úgy zavarják össze a két birodalmat, hogy már most az evangéliummal akarják kormányozni a világot, amit Luther lehetetlennek tart. Hegyi beszéd alapján akarják rendezni a közösségi társas életet, lelki megvilágosodásra hivatkozva megtagadják az esküt, a tulajdon, stb. Stb. Nem tudnak várni azzal, hogy Isten országa eljöjjön, mintha már itt volna. Egyfajta önmegváltási kísérlet, ami kudarcra van ítélve, mondja Luther. És ugyanakkor rámutat arra, hogy a világi rend is szerepet játszik az összekeveredésbe, olyan
formán, hogy megfordítja a pápasság vétkét, a sátán a pápasság által az egyházat belekeverte a politikába, Luther viszont bírálja saját fejedelmeit, hogy belekeveri a politikát az egyházba. A katolicizmusban az egyháziak szívesen beleavatkoznak a világi dolgokba, a fejedelmek viszont világi létükre megpróbálnak beleavatkozni az egyház dolgaiba. Még abba is, hogy mit prédikáljon az egyház. A pápa az egyházat keverte a politikába, a mi időnkben, mondja Luther, a politikát akarják belekeverni az egyházba. Mi azonban fönntartjuk ezeknek a szétválasztását, vagyis a teológia megkülönböztetésnek a művészete. És azt hiszem, hogy lassan a vége fele érkezem, ugye lesz idő a kérdésekre, ugye jól vagyunk még idővel, hoppá, akkor nem vagyunk jól idővel, akkor nagyon belemelegedtem, akkor viszont csak annyit hadd idézek, mert közöttünk is van a idézett személy, Birkás Antal, aki erről írt egy PhD dolgozatot. Kicsikét a teológiát szeretném azért rehabilitálni, mert sokan nem is tekintik tudománynak. Teológiának van mondani valója a világ dolgairól, beleértve a politika világát, bár a Szentírás nem jogi, politika, tudományi kézikönyv, mindazonáltal nem jelenti azt, hogy ne lenne üzenete jogi, politikai, hatalmi kérdésekben. És akkor itt utalhatok nagy nevekre, Bíbótól Ordason át Martin Luther Kingig, de az utolsó név azért mégsem ezek a nagyon tiszteletreméltó emberek legyenek, hanem hadd említse meg azért azt, aki a hatalom kérdésében számomra a leginkább mértékadóan Názárettit, aki soha a hatalmával nem élt vissza, soha nem használta önmaga mentésére, csak mások javára. Azt mondom, hogy adófizetés, ugye ismerjük, a pénzen ott van a császár képe, az a császáré, megkülönböztetés művészete, az emberen ott a teremtő képe, viszont az életeddel, egzisztenciáddal az Isten kezében vagy. Pilátusnak világosan megmondta, nem lenne hatalmat, ha nem kaptad volna felülről, és hát azért csak úgy tanított imádkozni a mennyei atyához, hogy oda tette a végére, hogy tied az ország, a hatalom és a dicsőség. A legnagyobb biztonsági kockázatot a történelemben és az egyház történelemben azok jelentették, akik ezt az imádságot átfogalmazták, és azt gondolták, hogy enyém az ország, enyém a hatalom, enyém a dicsőség. Ezektől óvjon meg minket a mindenható. Köszönöm szépen. A tudatlanságomban ez a mostani előadás engem halatlanul felpillanyozott, és valósággal beleszerettem Luther eszébe, és nehéz ellenállni ennek az eszméknek a csábításának, ugye? De én most megpróbálok ellenállni, és hadd kérdezzem meg ennek jegyében, hogy ha ez így van, és ha az ön egyháza ilyen elszántan követi Luther tanításait, ha ugyan követi, hogy lehet az, hogy a mai politikai viszonyok között az egyházról nem lehet hallani? A hivatása az lenne, hogy ellenálljon mindannak, aminek Luther ellenállást rendel, és az egyház néma. Nem látjuk, nem halljuk, nem tudunk semmit róla. Rögtön próbáljak reflektálni? Igen. Az, hogy az egyház néma lenne, az azért egy picit erősnek érzem. Azt, hogy nem szólal meg úgy és akkor is olyan hangerővel, ahogy aztán elvárható lenne, abban teljesen igazat adok. De mondjuk egy jó héttel ezelőtt, meg lehet nézni a honlapokon, itt nem is olyan messze, kicsit odébb, Síp utcában azért leültünk a főrabbival, éppen a Krisna közösség egy lelkészével, és megfogalmaztuk, hogy aki földön van, abban nem szabad belerugni, vagy megfogalmaztuk azt is, hogy ha annak ára van, hogy Krisztushoz hülyen próbálunk állásfoglalni, akár egy menekült kérdésbe, akkor még ezt az árat is érdemes megfizetni, úgyhogy kevésbé élvezzük esetleg a támogatását bizonyos forrásokba, kevésbé részesedünk. Tehát én azt gondolom, hogy hát igen, ugye Luther mondta Melanchtonra, hogy lejzett réten, hogy nagyon halkan lépdelt Fülöp testvér, ez nem tetszett Luthernek. Valószínűleg most ugyanezt mondaná rólunk is, hogy túl lejzék vagyunk, túl halkak,
De talán egészen azért nem vagyunk némák, a nagyobb testvéregyházak se, azért ha egy Berg Miklósra figyelünk, egy Vászegi Asztikra figyelünk, azért ezek a tiszteltem méltó kollégák nem némák, nem biztos, hogy ők a többség, de jelen vannak, hála Istennek, és azért megszólalnak. Püspök úr megszólított, nem hivatkozott itt a végén. Birkás Antal, igen. Lehet hallani? Nem? Igen. Csak az jutott eszembe, hogy a püspök úr ezt már említetted, de én ezt szeretném még egyszer aláhúzni, hogy nagyon konkrétan úgy fogalmaz, hogy az ördög munkája az, amikor a lelki kormányzást és a világi kormányzást összekeverik. Tehát így fogalmazta ez az ördög taktikusabb munkája, a leggonoszabb munkája, amikor a kettő keveredik. Tehát a kettővel kapcsolatban azt szeretném mondani, tehát hogy valóban ő megkülönbözteti a kettőt egymástól, hogy Baderácki Lóránt idős jogász professzor, aki 1920-ban született, és most tavasszal voltam meglátogat nőt, vele beszélgettem erről, és akkor következőképpen fogalmazott, ő volt annak idején réges-régen a doktori disszertációnak a vezetője, vagy az egyik vezetője, hogy tehát ez az ő megfogalmazása, hogy az Úristen a bűnbeesett emberiség számára két módon siet a segítségére. Az egyik eszköz, a lelki eszköz, az evangélium hirdetése, most ezt mondhatnánk, hogy ez a feladata, hogyha már akarjuk feleltetni a dolgokat egymásnak. A másik pedig azt mondja, hogy a kart hatalma, ugye Luther így fogalmaz, a kart hatalma, magyarán, ahogyan Calvin fogalmaz, a törvény és a törvényeknek a kényszerítő ereje. Tehát az Úristen így tudja a világban a rendet annyira, amennyire feltartani. Tökéletesen sikerrel ezt látjuk is, de azt hiszem, hogy ez nem rajta múlik. És még egy gondolat, hogy fontos, hogy mind a kettő felett ő az Úr, mondja Luther. Tehát ez nem teljesen úgy van azért, hogy mint ahogy az előtte lévő előadásban is hallhatok, hogy itt világok állnak szemben egymással ebben az értelemben. Itt mind a kettő eszköz az ő kezében van, és a világot az evangélium akkor mondja, illetve a törvényekkel és a törvényeknek a kényszerítő ereje által. Köszönjük szépen, hogy kérdés. Nem baj, csak röviden kellene. Ott hátul egy hölgy. Ne haragudjon, ön már kérdezett. Tényleg kérdezik most meg Várjon. Hogy erőszakmentes ellenállás bizonyos határok között, ezt így hallottam, és kíváncsi lennék, hogy ön mit tud elképzelni Magyarországon az egyházak részéről, hogy fog ez megvalósulni, hogy mire lehet számítani, hogy lehet-e bármilyen dologra számítani ezen a téren, hogy az egyházak ellenállnak erőszakmentes módon azoknak a törekvéseknek, amelyek elnyomóak Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ahogy például egy hajléktalan szolgáltat visznek bizonyos szolgatások, az egy egyértelmű jelzés, hogy mi az egyháznak a küldetése. Tehát én azt gondolom, hogy nem simogatjuk a migránsokat, de ha arról van szó, akkor segítünk rajtuk. Tehát én azt hiszem, hogy egyrészt van ideje a szólásnak, és mindig van ideje a cselekvésnek. A kettőt nem szerencsés persze külön választani. Én azt hiszem és remélem, hogy azért ennek a összhangját, ezt talán meg fogjuk találni, és kapunk hozzá elég bátorságot fölülről, mert néha mi önmagunkban nem vagyunk elég bátrak, hogy finom legyen. Én is köszönöm.